kollégák, kedves kollégák, sorozat szerkesztőjeként a 11. tulajdonképpen 16. a nagy formátumban az első osztályból 11. kötetét mutattunk be. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, legfőképpen házigazdánkat, Horvédikót, tanszékvezetőt, hiszen a vendéglátók, a plakáton is látják, bemutató szervezésében partnerünk, az ELTE BTK középkori és korai magyar történeti tanszék, és ennek jogán, az ő közreműködésük jogán vagyunk itt az ELTE Történeti Intézet Szegfűzula könyvtárában. Vagyunk itt, mondom, hát jó részt ugye pázmányosok, és fel is foglaltuk most, ahogy látszik ezt a kiváló könyvtárat. A mostani bemutató tudnélik a fél év során tartott, két felvonásban is tartott, korolykori egyháztörténeti szemináriumokhoz is tartozik, hiszen Galla Ferenccel és a missziókkal, sőt ugye Bükkös Nikolettnek az előadásában magával már ezzel a munkával is megismerkedhetünk, és így in vivo láthatjuk, hogy születik egy könyv. Miért mégis nem a pázmányon tartjuk, miért az ELTE-n és miért lehetünk hálásak a vendég szeretetért? Ennek két oka is van. Most az elsőt mondanám csak el, a munka ez megszülethetett, az Galla Ferenc után elsősorban Fazekas Istvánnak az érdeme, aki a Magyarországos Levéltár családi szekciójának volt a referense még a 80-as évek végén, 90-es évek elején, amikor itt az ELTE-n, ugye a megtiszteletésben lehetett részem, hogy tanárom is volt, és talán az, hogy egyháztörténettel foglalkozom, az azért nem elhanyagolható részben az ő védke is, és felelőssége is. Ő hozzá került Galla Ferencnek a hagyatéka, és az elmúlt 20 évben a Ferences missziós kézről után vállalta az első pillantása nem túl hálás, de a távlatból majd és feladatosságát tekintve egy rendkívül értékes és áldozatos munkáját a sajtó alá rendezésnek. Tehát tulajdonképpen Galla után ki nem lehet már itt köztünk, mert 75-ben jól emlékszem, ugye meghalt, ennek a szakmai estének István a főszereplője is. Mindjárt tudjuk, hogy közel 20 évig a bécsi levéltáros delegátus volt, és tavaly óta áruljam el tulajdonképpen őszinte sajnálatunkra, ugye nem a pázmánynak, hanem az ELTE-nek az oktatója is. Ilyen szerintem a szakmai tudományos munkássága nem csak, ugye meg a lendület kutatócsoport keretében fejezett be, és a munka így is jelenik meg, nem csak ehhez tartozik, hanem nem csak korábbi munkahelyéhez, hanem aktuális munkahelyéhez is, és ennek a tudományos recepcióját szeretnénk így teljességében most érzékeltetni. Hogy mi Galla Ferencnek a másik kötődése az ELTE-hez, azt majd a szerkesztői zárszavában vagy hozzászólásában is fogja elmondani. Most viszont szeretném így szerkesztőként megkérni a kötet prezentátorait, bemutatójuk megtartására. Végső Tamás rektor úr sajnos betegség miatt, és ez tényleg betegség, sajnos jobbulás kívánom neki, nem tudja megtartani előadását, ám magyar hangjaként az ő kutatócsoportjuknak budapesti rezidense, nem tudom, jobban Terdik Szilveszter fogja a szerencsére megírt előadást elolvasni, utána pedig a Történettudományi Intézetben, a Jezsuita Levéltárból Mihalik Béla kolléga fogja elmondani gondolatait. Miért őket kértük föl? Végső Tamás pálos missziókból, Benkovics Ágoston, sorozat második kis formátumú kötetének a szerzője, doktorált a római Gregoriánán. Béla pedig főleg a Szepesi Kamarai anyag alapján, azon kornak és azon forrásoknak igen jó ismerője eredeti kutatások alapján, amelyekre Galla a propaganda fide levéltár anyaga mellett elsősorban épített, tehát a bemutató alapja az nem a reprezentáció, hanem a primér szakmai kompetencia, ezt így is hallgatjuk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy jelen lehetek a mai könyvbemutatón és Galla Ferenc számomra oly kedves művéről, a pálos missziókról szóló munkájáról szólhatok, mely a magyar egyháztörténet nagy hasznára sok-sok évtized után ebben az esztendőben, köszönhetően Fazekas István kitartó szorgalmának, végre kiadást nyerhetett. Örömmel mondtam igen Tusor Péter tanár úr felkérésére, hiszen a kiadott és most bemutatandó mű vitathatatlan tudományos értékén túlmenően rendkívül
rendkívül szimpatikusnak és támogatandónak tartom a Collectanea Vaticana, a hungári és sorozat szerkesztőinek azon törekvését, mely korábbi nemzedékek egyháztörténészeinek kéziratban maradt munkáinak kiadására irányul, nem sajnálva azt a fáradtságot sem, mely a töredékes vagy befejezetlen kéziratok gondozásának megkerülhetetlen velejárója. Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondat erejéig elidőzzek ennél a gondolatnál. Úgy vélem, egy-egy tudományterületen belül nagy jelentősége kell, hogy legyen a különböző kutatói nemzedékek közötti kapcsolódási pontok megteremtésének. Itt nem csak a mester és tanítvány, tanítványi kör klasszikus példájára gondolok, hogy arra a magától értetődő folyamatra, hogy korábbi kutatási eredmények újabb kutatásokat indukálnak. Kell lennie egy akár több nemzedékre is visszanyúló, a szakmai szempontok mellett az emberieket is megragadó látásmódnak, mely akár olyan nemes gesztusokra is képes, mint egy-egy kutatónak, igaz csak utólagosan és jelképesen, de mégiscsak valamiképp igazságot szolgáltatni. A kutatási eredmények megszületését vagy elmaradását, közzétételét vagy elhallgatását sok esetben a kutatótól teljesen független külső körülmények befolyásolják. Míg napjainkban elsősorban az anyagi források hiánya lehet a legfőbb akadály a kutatási és publikálási tervek megvalósítása előtt, addig korábbi nemzedékek képviselői az ideológiai természetű akadályokkal is szembesülni kényszerültek. Megbecsülni is nehéz, hogy az 1948 utáni 4 évtizedben hány kutatói pálya előtt zárult le idejekorán a sorompó, milyen mennyiségű kutatási eredmény maradt el, hány tehetség esett el a kibontakozás lehetőségétől. Csak a magam ismeretségi körében jó néhány papról tudok, akik tehetségük alapján többre lettek volna hivatottak, de az 50-es, 60-as években esélyük se volt arra, hogy a magasabb tanulmányokat folytatva a tehetségüket kibontakoztassák, és a szent tudományok valamelyik területén tudományos tevékenységet folytassanak. Ezzel szemben meg kellett elégedniük egy olyan végzettséggel, mely még állami elismerést sem nyert. De gondolhatunk azokra az akadályokra, melyek mindazok előtt tornyosultak, akik már eljutottak egy bizonyos szintre a tudományos kutatások terén. Egy-egy szakkönyv beszerzése, egy-egy szakfolyóirat kézbevétele, kapcsolattartás más, esetleg külföldi kutatókkal legtöbbször megoldhatatlan feladatot jelentett. Néhány hónapja 70-es évekbeli állambiztonsági jelentéseket olvasva találtam rá egy általam igen tisztelt görögkatolikus pap, Polán Miklós atya nevére, aki a lehetőségektől megfosztott generációhoz tartozik, és aki szívós küzdelmet folytatott azért, hogy leküzdve az akadályokat idegen nyelvű szakirodalomhoz jusson, és azt paptestvérei számára hozzáférhetővé tegye. Nos, Miklós bácsi hónapokon át az állambiztonság ügynökeinek kiemelt figyelmét élvezte akkor, amikor külföldről egy a II. Vatikáni zsinatot magyarázó veszélyes könyvet kapott. Ezek a ma már szerencsére ismeretlen akadályok és azok sajnálatos következményei nem merülhetnek feledésbe. Napjaink kutatói generációi feladatként fogalmazhatják meg maguknak ezen sajátos igazságszolgáltatás lehetséges módjainak felfedezését. Örülök, hogy Tusor Péter tanár úr megtalálja ezeket a lehetőségeket. Ha végigolvassuk Galla Ferenc életrajzát Tusor Péter tollából a Ferences Misszionáriusok Magyarországon című kötet elején, kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy Galla Ferenc azon kutatók közé tartozik, akiktől elvétetett a kutatói életpálya beteljesülésének lehetősége. Fontos munkái maradtak befejezetlenül, kéziratban, bizonytalan sorsra, bizonytalan jövőre ítélve. Súlyos és meg nem érdemelt igazságtalanság ez, mely most jóvátételt nyert. Köszönet érte a gesztusért mindazoknak, akik Galla Ferenc fedetékának rendezésén és közlésén fáradoztak. Mondandóm elején említettem, hogy a magyarországi páros misszió történetét bemutató mű számomra igen kedves. 1997-98-ban, mikor licenciadolgozatomat készítettem Vanovici Jánosról, a páros missziót megalapítójáról, Fazekas István egyik tanulmányában olvastam róla, illetve az a Tóth István György buzdított mielőbbi tanulmányozására, akivel ezekben az években a Propaganda Kongregáció levéltárában gyakran találkoztam, és kitől értékes tanácsokat kaptam. Nagyon szép gesztus a közreadó részéről, hogy a kötetet az ő emlékének ajánlják. Fájdalommal kell megállapítanunk, hogy Tígy már
10 éve nincs közöttünk. A kéziratot kézbe venni csak évekkel később, hazatérésem után tudtam, Molnár Antal segítségének köszönhetően. Ekkor már a doktori disszertációmon dolgoztam, melyben a páros missziók egy másik kérdésző alapjának, Benkovics Ágostonnak az életútját dolgoztam föl, aki konvertitából lett páros szerzetes, a római német-magyar kollégium növendéke, majd hazatérése után apostoli misszionárius, a páros missziók vezetője, páros rendfőnök, végezetül váradi püspök és mintegy 10 évig leleszi prépost. Benkovics életútja különösen is alkalmasnak bizonyult arra, hogy kísérletet tegyek a katolikus megújulás jellemző témáinak, mint a papképzés és a szerzetes élet reformja, a lelkipásztori szemlélet elterjedése, az új püspök ideál megszilárdulása, valamint olyan sajátos kísérő jelenségek, mint a görögkatolikus egyházak létrejöttének bemutatására. Ebben a munkámban nagy hasznát vettem a Galla kéziratnak, mely kezelhetőségének minden nehézség ellenére a rendelkezésemre álló fénymásolat A4-es mérete nem fért rá az eredeti oldalméret, ezért duplikálni kellett az oldalakat, lenyűgözött gazdagságával. Ugyanez nem kis kihívást is jelentett, hiszen az adatgazdagság gyakran akadályozta a gondolatmenet követését. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a szöveg nem nyomdakész állapotban marad fönn, bár Galla azt egy publikációja végén nyomdakésznek jelenti, ami felvetette számomra egy tisztázott kézirat létezésének lehetőségét is. Egy utolsó tisztázás során minden bizonnyal a főszövegből a jegyzetekbe kerültek volna át például azok a részletes életrajzok, melyek rendszerint egy-egy személynév után állnak, és nehézkessé teszik a gondolatmenet követését. A kézirat további jellegzetessége a jegyzetapparátus egy jelentős részének sajnálatos hiánya. A szövegben jelzett 653 jegyzetből mindössze 119 maradt fent, illetve a szerkesztői munka eredményeként 142. A fennmaradt jegyzetek használatát tovább nehezíti az, hogy a Propaganda Kongregáció levéltárából idézett források jelzetében megadott fóliószámok nem mindig felelnek meg a ma érvényes számozásnak, mivel az anyag egy részét a Galla-féle kutatások utáni időszakban átszámozták. Galla Ferenc kutatási eredményeit három könyvre pontva kívánta bemutatni. A teljes mű befejezetlensége visszatükröződik abban is, ahogyan ez a szerkezetre vonatkozó elképzelése megvalósult. Míg az első és második könyv, melyek az 1711-ig mutatják be az eseményeket, szinte pontosan 200-200, tehát összesen 400 oldalban, addig az 1711 és 86 közötti időszakra, valamint a páros missziók általános értékelésére szánt harmadik könyv terjedelmét tekintve messze elmarad az első kettőtől, és mindössze 60 oldalt tesz ki. Az első könyvben a páros missziók kondíció színek van mondja, a rendi reformok kerülnek bemutatásra, amiről Galla egy csaknem 100 oldalos tanulmányt is publikált 1941-ben a Regnum Egyház történeti évkönyvben. Névileg talán kissé, leegyszerűsítve a rendi reformok időben hosszan elnyúló történetét, azt állapíthatjuk meg, hogy a reformok egyik fontos alappillére a lelkipásztori szemlélet előtérbe kerülése a tridenti egyházképnek megfelelően a páros rend életében egyet jelentett a túléléssel, az akkori modern világra vezető út megtalálásával. Azokban az években, amikor Pázmány úgy vélte, hogy egyszerűbb egy új szerzetes rendet alapítani, mint egy régi megreformálásába időt és energiát fektetni, a reform mellett elkötelezett párosok kitartása kétség kívül nagyra értékelendő. Miután a szerző bemutatja a legfontosabb kolostorok, Lepoglába, Csáktornya, Sopronbánfalva, Máriabölgy és Felsőelefánt szerepét ezeken a folyamatokban, áttér a páros missziók kialakulásának és megszervezésének történetére, ami lényegében egy páros, Vanovici János története. A nemes egyszerűséggel a páros misszió pátriárkájának nevezett Vanovici életrajzát a szerző a tőle megszokott részletességgel és adatgazdagsággal mutatja be. Az ambíciózus és jó képességekkel megáldott ifjú páros a nagyszombati tanulmányait követően Rómába kerül, hogy a német-magyar kollégium növendékeként folytassa tanulmányait. Több rendtársához hasonlóan Vanovici azért kerülhetett az alapvetően egyházmegy és papok képzésére hivatott római kollégiumba,
mert annak magyar része, a Collegium Hungaricum, az egykor pálos tulajdonban lévő Santo Stefano Rotondo templomot, illetve rendházat kapta meg az azokkal együtt járó javadalmakkal együtt. A jezsuiták kárpótlás gyanánt biztosítottak úgynevezett alapítvány helyeket a pálosoknak Rómában, Bécsben, Prágában és Olmützben. Ezek a jezsuita papnevelő intézetek, de különösen is a római német-magyar kollégium a pálos rendi reformok szempontjából fontos utánpótlás képzők voltak, hiszen ezekben az intézményekben a pálos papnövendékek már eleve a tridenti szellemiségben készültek hivatásukra, és arra, hogy fokozatosan felváltsák a pálos életet másképp elképzelő, idősebb szerzetesi generációkat. A modern szellemiségi képzés alapvető jelentőségű, de önmagában nem elegendő ahhoz, hogy valakiből olyan nagy formátumú szervező legyen, mint amilyen Vanovici János lett. Teljes elkötelezettség, jó helyzetfelismerés, komoly ambíciók jellemezték Vanovicit, akiről fennmaradt leveleiből és jelentéseiből egy olyan szerzetes alakja rajzolódik ki, aki mindig tisztában volt céljaival és az azok megvalósításához szükséges eszközök hozzáférhetőségével. Mivel legnagyobb szerencsénkre alaposan dokumentálta tevékenységét, életútjának feltárását, ami egyet jelentett a pálos misszió első 35 évének történetével, Galla Ferenc nagy részletességgel végezhette el. Ebből a feltárásból elénk tárul Vanovici sikerének titka. Első pont, a lehető legszélesebb kapcsolatrendszer kiépítése mind Rómában, mind Magyarországon, a főügyi családok és egyházi potentátok körében. Második pont, az anyagi alapok biztosítása kezdetben nagyobb részt római forrásokból, később a rendi vagyon visszaszerzésének felgyorsításával, melynek kulcsa a fentebb említett kapcsolatrendszer. Harmadik pont, folyamatos információszerzés missziós kultúra révén, ami lehetővé teszi a valóság közeli helyzetismeretet. Négyes pont, folyamatos terjeszkedés újabb és újabb missziós házak létesítésével, a jelenlét erősítése és tudatosítása, a missziós eszközök alkalmazása, mint a prédikáció, látványos liturgikus események, például a körmenetek szervezése, az oktatásba való bekapcsolódás, iskolák létesítése révén. Ötödik pont, a humán erőforrás menedzsmentje, a rendi utánpótlás egy részének felügyelete és biztosítása missziós irányultságú papnevelő intézetek létrehozásával Nagyszombatban, illetve Rómában. Ez utóbbi már a folyamatos római jelenlét logisztikai bázisa is, hiszen Vanovici rengeteg időt tölt Rómában, ahol már az 1650-es évektől a missziók jövőjét építi. Azt kívánja elérni, hogy az általa szervezett missziók magasabb szervezeti szintre jussanak, és a propaganda kongregáció hozza létre a pálos renden belüli missziófőnökséget, melynek vezetője nyilvánvalóan nem lehet más, mint a szervezésben nagy érdemeket szerzett Vanovici. Mint mindig, Vanovici most is jól számított, hiszen az általa felmutatott eredmények, melyek egyértelműen a pálos missziók folyamatos fejlődését bizonyították, megalapozták azt, hogy a kongregáció felállítsa a őn állított missziófőnökséget. Ezen a ponton azonban teljesen váratlanul elválik egymástól Vanovici személyes története és a rendtörténet. 1667. májusában a kongregáció felállítja a missziófőnökséget, de annak évére nem Vanovicit állítják, hanem Borkovics Márton korábbi rendfőnököt, aki Ivanics Pál hivatalban lévő rendfőnökkel szövetségben igyekezett hátráltatni Vanovici befolyásának növekedését. Bár Borkovics zágrávi püspökké történt kinevezése miatt Vanovicit még abban az évben missziófőnökké nevezik ki, kálváriája nem ér véget. Renden belüli ellenfelei összefogtak ellene, és 1669-ben fegyelmi eljárást kezdeményeznek ellene iszákosság miatt, kolostori börtönre ítélik, ahonnan csak befolyásos római pártfogóit tudják kiszabadítani. Az új rendfőnök, Kéri János próbálja őt rehabilitálni, visszahelyezik missziófőnöki tisztségébe is, de jól érezhető, hogy egy korszak lezárult Vanovici életében és a misszió történetében. Ezt szerzőnk is jelzi azzal, hogy itt zárul az első könyv. Érdekes szerkesztői megoldás ez, hiszen a missziófőnökség megalapítása egy jelentős mérföldkő, ami egy új korszak kezdetét jelenti a pálos misszió történetében, és ezért talán inkább a következő könyv elejére kívánkozna. Úgy tűnik, szerzőnk itt a hangsúlyt inkább Vanovici személyes életsorsára helyezi.
mivel esetében valóban korszakváltásról beszélhetünk, az első könyv ilyetére zárása a sajátos értelmet nyer. A terjedelemben az első könyvvel megegyező második könyv a Pálos misszió a kuruc küzdelmek idején címet, illetve a misszió hőskora alcímet viseli, és az 1669-1715 közötti valóban mozgalmas évtizedeket mutatja be. A veselényi összeesküvés leleplezésének vallásügyi következményei jelentős mértékben segítették elő a Pálos misszió fejlődését, melyhez a rendben belül immáron a missziófőnökség hivatalos keretei is nagy támogatást nyújtottak, elsősorban a misszionárisok utánpótlásának biztosítása révén. Ezekben az években Vanovici egyre inkább háttérbe szorult, bár hivatalosan ő a missziófőnök, az érdemi munkát már helyettese Benkovics Ágoston végzi, aki 1675-től a rendfőnöki tisztséget is betölti. Vanovici 1677-ben halt meg. A páros missziók új területeket is célba vesznek. Hosszas előkészületek után elindul a szepességi misszió, a párosok eljutnak Árvába, plébániákat vállalnak először az egri, majd a pécsi egyházmegyében, megtelepednek Nagyváradon, illetve Erdélyben, Tömis, Torda és Ilyefalván. Ezekben az évtizedekben a korábbihoz képest sokkal előteljesebben jelenik meg a felekezetek közötti harc, sőt a misszió kiterjedésének sajnálatos kísérőjelenségévé válik az erőszak megjelenése. A pálosok többnyire olyan plébániákat és templomokat vesznek át, ahonnan a gyász évtized során megőzték a protestáns prédikátorokat. Ez szükségszerűen vezetett ahhoz, hogy ők maguk is erőszakos cselekmények célpontjaivá váltak. Ekkor albértanú halált a páros misszió talán legismertebb alakja, Csepelényi György, ezekben az években kerül sor az újhelyi rendház ostromára, a varannói párosok megkurcolására és sok-sok viszontagságra, melyek mind olyan jelenségek, mert igen távol állnak az igehirdetés, a vallás erkölcsi nevelés, a hitélet élénkítésének normális szövegkörnyezetétől. Zárójelben idézett, a páros atyák körői csapásai évről évre súlyos sebeket ejtettek a protestánsokon, idézett lezárva, és írja a sokat sejtetően valla. A harmadik könyv az 1711-1786 közötti időszak eseményeit sokkal rövidebben mutatja be, mint az első két könyv. Köszönhető ez annak is, hogy ez a korszak már kevésbé mozgalmas a missziók története szempontjából. Ebben a könyvben a szerző is megelégszik az adatközléssel, sok-sok életrajzi adatokhoz, míg az összegzése tett kísérlet elején leszögezi, hogy a missziók lemérése, ahogy ő fogalmaz, komoly akadályokba ütközik a források jellege miatt. Joggal feltételezi, hogy a páros misszionálisok tevékenységének nagyobbik része immáron mindörökre ismeretlen marad, ezért számszerűsített eredmény lemérés nem lehetséges. Galla Ferenc monográfiája elsősorban adatgazdagsága miatt alkalmas arra, hogy újabb kutatásokra ösztönözzön. Megfontolandónak tartanám például a monográfia alapján elkészíteni a páros misszionálisok adattárát, mely a koraújkori egyháztörténeti kutatások hasznos segédeszköze lehetne. Görögkatolikus egyháztörténészként nagy érdeklődéssel próbálkozom azoknak az adatoknak a pontosításával és értelmezésével, melyek a pálosok és a bizánci szertartású keresztények kapcsolatára vonatkoznak. Galla Ferenc nem fejti ki részleteiben ezeket az adatokat, így pontosan még nem tudjuk, milyen szándékkal közelítettek a pálos misszionáriusok az ortodox közösségekhez, illetve milyen céljuk volt a görögkatolikus közösségekkel. Milyen álláspontot foglaltak el az unió egyik lényegi kérdésében, nevezetesen abban, hogy a katolikus egyházba való integrálódás szükségszerű, támogatandó vagy elvetendő következménye a ritmus váltás. Leginkább Benkovics Ágoston tevékenységével kapcsolatban tudunk erről a legtöbbet, és saját kutatásaim leginkább ebben az irányban bizonyultak sikeresnek. De nagyon fontos lenne ismerni más misszionálisok munkálkodásának eredményeit ezen a területen. Rendkívül érdekes lenne megtudni, hogy a páros misszionálisok között voltak-e olyanok, akik keleti szertartású közösségből származtak. Ezeknek és más is izgalmas kérdéseknek a boncolgatásához Galla Ferenc úgyve kiváló kiindulási pontként szolgál. Köszönet ezért mindazoknak, akik fáradtságos munkájukkal lehetővé tették, hogy a monográfia szélesebb körben is hozzáférhetővé váljon. Köszönjük szépen a szakavatott bemutatót!
Mentület Kutatócsoportnak kiemelt partnerintézménye a Gyerekházi Szent Tanalász Főiskola, Görög Katolikus Örökség Kutatócsoportja, aminek végső tanárúra vezetője. Olyannyira fontos az ő tevékenységük, hogy jövő héten, szerdán, csütörtökön fog sor kerülni szervezésükben Gyerekházán az egyháztörténészeknek és egyháztörténettel foglalkozó történészeknek a második országos nagygyűlésére, vagy nem is volt, hogy fogalmaznak. És hát elhoztunk a bemutatóban egy kis projektjavaslat, hogy kötet alapján erre alapozva össze lehetne állítani a páros misszionáriusoknak az adatbázisát. A jelenlévő fiatal kollégák számára ez több mint felhívás kerülőre. Tehát, hogyha valaki most végső tanárunknak a felvetés alapján motiválódna, akkor hagyja ezt a magot szépen kikelni, és indítsa ezzel a tudományos karrierét és pályázását, és majd így áll Astra. Ugye valamikor eljött Lidákhoz szorgos munka kell, mint valóban ennél a kötetnél Fazekas István mellett, ugye, aki saját 10 ujjával, akkor gépelsz István, vagy csak két ujjal? Nem, rengeteg hibával. Saját két ujjával gépelte be az egész... Két ujjával az egész követet, rekonstruálta sok esetben az elveszett apparátust, modernizálta, tehát az alapvisszahivatkozásokat, azok visszakövethetőek legyenek. Elhangzott a szövegről, hogy talán nem teljesen végleges, vagy egy helyű galla véglegesnek hírja, de talán itt a bevezetőben olvasható, hogy azután a római adatokat országos levéltári beliratokkal bővített, és ezért lett ez a kicsit konfúzabb kézirat. Ebben rendet tenni az egy nagyon, nagyon mély és idegölő filológiai kihívás volt, azt hiszem az elmúlt években. Egy szerkesztőn is egy olvasható és követhető, élvezhető szöveget kapjuk, és valóban a gallai stílus megtisztítva a fogalmazásbeli pontatlanságoktól tényleg egy nagyon expresszív és szép kifejezését adja a 17. századi egyháztörténetnek és páros misszióknak. Emellett, hogy ez a kötet élvezhető legyen, jelenlévő hallgatók közül Horváci Szabina végezte el egyrészt az olvasó szerkesztői feladatokat, másfelől pedig a szerkesztőbizottság elnöke, aki most Párizsban piheti ki a munkafáradalmait, főtisztelő Török József professzor úr szánt rá több hetet az életéből, hogy egy vállalható, tehát tényleg egy könyvformájú könyvet láthassunk, mint ne csak egy betűhalmazott, de a könyvben is úgy néz ki, mint egy könyv. Hát remélhetőleg sikerült ennek a hívásnak megfelelünk, ezt nyilván nem mi fogjuk eldönteni, hanem az olvasó és recenziáló szakközönség. Most pedig a második fejezeteként a prezentációnak szeretném megkérni Mihály kollégát, hogy ossza meg velünk gondolatait a közönség. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ahogy végső Tamás és én is hasonlóan doktori disszertációm írása közben kerültem közelebb a témához, amelyben az egyik püspökség 17. század végi megújulásával foglalkoztam. Ebben a megújulási folyamatban óriási szerepe volt a szerzeteseknek, és itt a felső magyarországi régióban kiemelten a pálosoknak is. Nem véletlen, hiszen a 16. században az oszmán hódítás és a protestantizmus elterjedése nyomán összeomló pálos rend és kolostárhálózat éppen a 17. század elején Pázmány Péter érse, és az 1622-ben alapított hitterjesztés szent kongregációja, vagy ismertebb nevén Propaganda Fide nyomán kezdett el ismét újjászerveződni, és ez az újjászerveződési folyamat mint a 17. század közepén második felében teljesedett ki. A következőkben is én úgy olvastam ezt a könyvet, azt kerestem a kapcsolódási pontokat, hogy kik támogatták ebben a kiteljesedésben a páros rendet. Az újjászerveződéstől a II. József általi 1786. évi feloszlatásig terjedő, bő másfél évszázadot öleli fel Galla Ferenc nagyívű munkája. Bár a kézirat eddig is főként Fazekas Istvánnak köszönhetően jól ismert volt, a kötet megjelenése mindenképpen indokolt és örömteli. Ez a bő 150 esztendő több alkorszakra is osztható, részben ezt követi a kötet három könyvre való felosztása is. Az 1670 előtti időszak, majd a kuruc közdelmek korszaka, végül egy rövidebb 18. századi kitekintés.
mindegyik korszaknak megvan a maga jelentősége és jellegzetessége. A 17. század első felének hosszú évtizedei az erőgyűjtés, az újjászerveződés időszaka, amelynek egyik csúcspontja volt majd 1667-ben a missziós apostoli prefektúra felállítása a Szentszék engedélyével. Ez az az időszak, amelyet Péter Katalin a térítő földesúri, míg Fazekas István földesúri ellenreformáció nevében illet. És valóban a Galla adatgazdag munkáján végig tekintünk, jól meglátható és jól kirajzolódik, hogy a század első felében az alsó-magyarországi kolostorok megerősödése és az új rendházak alapítása nem kis részben a helyi nagybirtokos arisztokráciának volt köszönhető. Még a 16. század második felében, majd a századfordulón a pálos rend még jellemzően a túlélésért küzd az önében protestáns arisztokrácia szorításában, addig ez a trend a 17. század első felében a főúri réteg katolizálásával megfordul, és hamarosan már azt látjuk, hogy a pálosok is tevékenyen részt vesznek a nemesség katolizálásában, az arisztokrácia pedig bőkezően támogatja a rendet. Jól mutatja ezt a példát Csáktornya esete, ami az Rínyi család katolizálása előtt súlyos sérelmeket szenvedett el az akkor még protestáns családtól, ám Zrínyi György katolizálását követően jelentős fejlődésnek indult. A lepoglavai kolostor pálosai, vállalva a közösségből való időleges kiszakadás nehézségei, nevelőséget vállaltak protestáns nemesi családoknál, hogy így is elősegítsék azok katolizálását. A növekvő főúri támogatása jellemző a pápai rendház alapítása, ahová Csáki László gróf hívta be a szerzeteseket, szintén ő tett kísérletet a pálosok lévai letelepítésére, noha ez végül nem járt sikerrel. A nemesség egyre nagyobb arányú katolizálása azonban nem jelentette feltétlenül az egykori birtokállomány visszaszolgáltatását és a birtokjogok automatikusok tisztázódását. Ezt Michel jelzi jobban, mint a pálos rend egyik legismertebb, legkiemelkedőbb és végső Tamás által is már sokszor említett 17. századi nagy misszionárius Vanovici Jánosnak az évtizedes küzdelmek a birtokviszonyok tisztázása érdekében. Például a felső magyarországi térséket eltérő birtok struktúra kevesebb nagybirtok és erősebb köznemesi bázis jellemezte. Ez azt jelentett, hogy a protestánsoknak is erősebb pozíciói voltak a régióban, elég csak a Rákóczi fejedelmi család jelenlétére mutatni. A kitartó tárgyalások, a vármegyei közgyűlések és a hiteles helyek előtti állandó interveniálások azonban eredményre vezettek, így jelentős hegyaljai szőlőbirtokok is a rend kezére kerültek. Újjászervezték az újhelyi és sajuládi kolostorokat, illetve Homonai Robert János özvegyének, a Kusics Annának segítségével Terepesen is megtelepedtek. Ezek a kolostorok a későbbiekben nem csak a Zemplén-Abaúj-Sárosi régió katolikus központjai lettek, hanem a hódoltság, Eger és vidéke, valamint a Párcium, Várad és környéke irányába történő vándormisszió kiinduló pontjai is. Az újhelyi pálosoknak emellett óriási szerepe lett majd II. Rákóczi György özvegyének, Bátori Zsófiának és első Rákóczi Ferenc katolizálásában is, amely sorsdöntőnek bizonyult a régió egyház történetében is. Az ecsedi pálos missziót már a katolizált Rákóczi család kezdeményezésére alapította meg a pálosság. Galla fő forrása erre a korszakra a Propaganda Fide római levéltára mellett a rend 1786. évi feloszlatása után a Magyar Kamara archívumába, így ma a Magyar Nemzeti Levéltár őrizetébe került iratanyag, az Acta Pauli Numerum, amely nagyobb részt a rend anyagi ügyeivel, gazdálkodásával kapcsolatos, főleg jogbiztosító iratokat tartalmaz. A Magyar Kamara, amely akkoriban Alsó-Magyarország legfontosabb kormányzati szerve volt, csupán ritkábban jelenik meg a forrásokban, hiszen a királyság nyugati területén nem voltak jelentős kincstári birtokok. Így Galla a kamarai adminisztráció forrásait leginkább korrajznak a háttér bemutatásához használta fel, a korban kevésbé jellemző a direkt állami támogatás, éppen az erőteljes főúri hozzájárulás miatt. Persze időnként konkrét kamarai támogatásról is találunk adatot, például a 16. század végén a Máriavölgyi kolostort támogatta a Magyar Kamara különböző juttatásokkal. Emellett a birtokjogok tisztázásában is többször kérték a kamarai adminisztráció segítségét a pálosok. Ez a helyzet gyökeresen majd 1670-ben változott meg.
A veselési szervezkedés bukását követően bekövetkező politikai változások óriási jelentőséget és változásokat hoztak a katolikus egyház számára is, hiszen lehetőség nyílt a 16. században elvesztett pozíciók visszaszerzésére. A magyar kamara már 1670 előtt egészen a század elejétől támogatta a katolikus restaurációt, de erre lehetősége leginkább csak a kamarai birtokokon és a szabadkai királyi városokban volt. Azonban az adott politikai helyzet, az erdélyi fejedelmek és a magyar protestáns rendek éppen aktuális erőpozíciója jelentősen befolyásolta a kamara mozgás terén. Miután 1670 után jelentős birtokkonfiskáció ment végbe, a kamara támogatásával 1671-től jelentős templom visszafoglalási hullám indult meg. Először a szabadkirályi városokban kaptak vissza épületeket a katolikusok, de ez aztán fokozatosan kiterjedt a vidéki, mezővárosi és falusi közösségekre is. A megyés püspökök egyházlátogatás ürügyén gyakorta a kamara és a császári katonaságtól kísérve foglalták vissza a templomokat. Különösen kiemelkedik e tekintetben a Rákóczi uradalom, ahol Báthory Zsófia támogatta a protestáns intézményhálózat lebontását. A helyzet hátulütője azonban épp a foglalások mértéke volt, a katolikus egyház egyszerűen szólva túlnyerte magát, a megyés püspököknek nem volt elég világi papja a megszerzett plébániák betöltését. Ebben a helyzetben jutottak nagy szerephez a szerzetes rendek, mindenek előtt a jezsuiták, a ferencesek, a pálosok, de jelentős hozzájárulással tevékenykedtek, például a felső-magyarországi régióban a piaristák és a minoriták is. A kamarai hálózatnak emellett óriási szerepe volt a templomok felszerelésében is, a legszükségesebb egyházi ruhákkal és kegytárgyakkal. Az előzött lelkészek jövedelmeit, a plébániához tartozó földeket, juttatásokat a kamara automatikusan a katolikus papság rendelkezésére bocsátotta. Bár Galla ezt problémamentesnek, kicsi automatikusan lezajló folyamatnak látja, a helyi katolikus papságnak valójában komoly küzdelmébe került a helyi protestáns köznemesség és közösség ellenállását legyőzve ezekhez a javadalmakhoz hozzájutni. Ezekben a küzdelmekben gyakorta szintén csak a kamara támogatására számíthattak. A Rómába eljutó jelzések alapján egyértelmű volt, hogy a továbblépés legnagyobb akadálya a papság kis létszáma. Épp ezért a hitterjesztés szent kongregációja, a Propaganda Fide eljárt az egyes rendi vezetőknél, hogy segítség az egyházmegyék pasztorációs munkája. Így például 1672-ben Pomonai Drugeth György özvegye, Eszterházi Mária behívta Varannóra a pálosokat, így a zempléni térségben immár három helyről szolgáltak a pálosok, Varannó mellett Terebesről és Újhelyről. A környékbeli falvakban ugyan a templomokat visszafoglalták, de az egri püspöknek nem volt elegendő papja, így lényegében a pálos renden múlt ezeknek a községeknek pasztorációja. Azonban az 1672-től egyre erőteljesebbé váló kuruc mozgalom éppen ezeket a felső magyarországi területeket érintette először, amely nehéz időket hozott a pálos kolostorokra is. Az 1670-es években ez elsősorban terebesi, ládi, varannói, újhelyi és késmárki pálosokat, vagyis a felső magyarországi kolostorokat érintette. Legismertebb ebből az időszakból Csepelényi György esete, aki a kurucok által vértanúságot szenvedett. Mindezek ellenére a pálosok tököli rövid életű, de a katolikus expanziónak komoly gátat vető felső magyarországi fejedelemségek idején is a térségben maradtak. Ez azt eredményezte, hogy 1682-ben, miután Tököli elfoglalta Kassát és elűzték a jezsuitákat, a térségben tulajdonképpen a pálosok lettek a katolicizmus legszervezettebb képviselői. Az 1680-as évek háborús viszonyai nem kimérték már az alsó magyarországi pálos központokat sem. Mária völgyet például többször felhúlták a törökök és a kurucok is, de hasonló sorsra jutott Nagyszombat és Elefánt is. Mindezek ellenére ezek a kolostorok is jelentős pasztorációs tevékenységet fejtettek ki, környékbeli plébániákat láttak el a pálos szerzeteseket. Volt, ahol tartósabban is megtelepedtek, például Szakolcán 1672-ben vették át a protestáns templomot és egyéb épületeket, amelyhez komoly javadalom is tartozott, mindamellett a kamara is támogatta a pálosokat ellátással. Az oszmán uralom alól felszabaduló területeken újjászerveződő katolikus egyháznak is nagy segítségére volt a pálos rend,
Itt például a Pécsi Egyházmegye a jelentős papjány miatt részben rájuk is támaszkodott. Ugyan az 1670-es évektől Erdélyben is megjelentek, de hosszú távú alapításaik majd itt is csak a felszabadító háború végével és a fejedelemség Habsburg uralom alá kerülésével valósultak meg, Tövisen, Tordán és Ilye falván. A 18. század elejére tehát már egy, az egész országra kiterjedő pálos kolostorhálózat segítette a katolikus újjászületés folyamatát. Galla munkája épp emiatt nem csak szorosan a pálos rend kutatóinak nyújt nagy segítséget, hanem más szerzetes rendekre, elsősorban a ferencesekre és jezsuitákra, továbbá az egyes egyházmegyék újjáépítésére is alapvető adatokat hoz és lényeges megállapításokat tesz, amely a történészek még szélesebb körének jelenthet majd segítséget. Az újabban feltárt kamarai, mindenek előtt a Szepesi Kamara és a Budai Kamarai Adminisztráció regisztratúráiból előkerült források, gondolok itt például az Ónodi Pálos misszióra vonatkozó forrásokra, vagy a sikertelen erdi letelepedési kísérlet forrásaira. Ezek a kutatások is biztosan építhetnek Galla munkásságára, amely alapos hátteret rajzol ezekhez, és kölcsönösen ki is egészítik egymást. A Galla kézirat publikálása így mindenképpen nagy segítség és nagy eredmény, amelyet köszönet jár Fazekas Istvánnak a kézirat gondozásáért, sajtó alárendezésért, és Tusor Péternek, a Galla Ferences missziókról szóló kötete után a pálosokról szóló mű is helyet kaphatott a Collectane Vaticanum Hungariae sorozatban. Köszöntjük, érdekes és főleg a legvégén új kutatási távlatokat az említett kamarai anyagokból felvillantó beszámolót. A vatikáni sorozatnak itt van egy kiemelt feladata volt, hogy az arra értékes és érdemes kéziratokat publikálni. Legelső az Artner Edgárnak volt a gyűjtése, azt szakmai indokok mellett vagy előtt inkább historiográfiai szempontok miatt, ugye ezzel akarták Gerevis Tivolék a 20-as években újjáindítani a Monumenta Vatikánát, viszont a két Galla kötet, említett Ferenc Ügyről most, hogy páros misszió, adatgyűjtése, pápai fölmentések, ezek tényleg mindenképpen egy olyan elvégzett munka voltak a vatikáni magyar kutatások történetében, amit felesleges lett volna még egyszer elvégezni, és ezt publikálni kellett, de azt hiszem, hogy ez az utolsó. Hát ezek után már az új eredményeké, amelyek hát így is szépen helyet kaptak a sorozatban, a szinte kizárólagos jövő. Ami értékes kézirat van, és ugye a szerzetesrendi levéltáraknak az anyaga is hozzávetve a kormányi kutatásokhoz, az Lukács Lászlónak a generális válaszleveleinek a sorozat, ami az OSK kéziratnárában megvan. Ha szegedi kollégák vagy nem tudom, valaki, aki ezt így tervezi, az megcsinálja, azt talán majd még közre adjuk, de talán az lesz akkor a hasznyúdal, és ilyen szempontból az ősöknek történő elégtétel most ezzel a páros missziókkal, tehát megjelentetésével és jelenbemutatásával talán megtörtént, és ugye erre az alapra lehet épülve majd tovább lépni, és ugye a sokat értékelt és laudált és különféle szempontok alapján bemutatott kötet hol érhető el. Hát ugye itt van pár példány, de ez részint a recenzenseknek a tisztelet példány, illetve a külön regisztrált kollégáknak a tisztelet példánya. Fiatalság számára hát ugye online letölthető a honlapunk, mert szerintem többen láttuk, illetve ha valaki nagyon nagy késztetést érez rá, hogy esetleg szárnyoló ambícióit egy recenzió írással esetleg már próbára is tegye, akkor recenziós példány majd igényelhet, de talán inkább mint a Lázmányon. Itt, hát illetve ugye Monorak Jordanál és a kis magiszterre kiterjesztési lehetőség tulajdonképpen jelképes állam meg is vásárolható. És hát ezen átmutató szöveg után következik az estnek a harmadik fénypontja, a két bemutató után megadnám a szót szerkesztőként, és hogy jelenleg házig az, hogy ilyen szerkesztő moderátorként Fazekas Istvánnak, hogy szóljon hozzánk. Hölgyeim és uraim, de most tulajdonképpen a bemutatókor ilyenkor a szerzőnek kellene beszélni, tehát helyettem egy meglehetősen nagy termetű, testes pápai prelátusnak kellene megszólalnia,
Azonban Galla Ferenc akármilyen hosszú életet is élt, hisz 89 évesen halt meg, azonban azt nem tudta kivárni, hogy a kéziratai megjelenjenek. Még akkor sem tudta volna megvárni, hogyha sokkal gyorsabban dolgozott, mint ahogy azt megtettem, hisz ahogy az itt elhangzott a kéziratokkal, a 90-es évek elején találkoztam az országos levéltárban, onnantól kezdve foglalkoztatott a hagyatékban lévő két legfontosabb munkának, a Ferences és Pálos missziónak a megjelenése. Tehát ugye 2005-ben sikerült a Ferences missziót közzétenni, és hát utána még bizony további 10 évet kellett arra várni, hogy a Pálos misszió megjelenjen. És számomra ez egy nagy megkönnyebbülés, hogy ez a kézirat most nyomtatott formában itt van. Azt nem állítom, hogy amikor éjszakánként verejtékezve fölébredtem, akkor az első szavam az volt, hogy páros misszió, de kétségkívül nyomasztott az, hogy ez a munka még mindig nem készült el, annak ellenére, hogy a szűke szakmai nyilvánosság számára ez a kézirat, mind a két kézirat hozzáférhető volt, ismert volt, és a propagandában folyó kutatásoknak az újraindításába végül is beleépültek Galla Ferencnek az eredményei már a 90-es évek folyamán, de azonban úgy gondolom, hogy ennyivel tartozunk az elődöknek, hogy a munkák azok tényleg nyomtatott formában a szélesebb nyilvánosság elé is kerüljenek. Hát sajnos ebben az esetben már nem volt erőm annak a teljes rekonstrukciós munkálatnak az elvégzéséhez, amit a Ferences missziós kötetnél megtettem, ahol egy teljes apparátust kellett tulajdonképpen újra kreálni. És a Ferencesnél erre azért sem éreztem szükséget, mert hogy egyrészt Galla Ferenc nagyon megbízható szerző, tehát másrészt pedig olyan óriási anyagot gyűjtött össze, aminek az újra földolgozása az szinte lehetetlen volt, mert hogy ő azon szerzők közé tartozott, akik nem indexekből kereskedték elő a vonatkozó tárgyra az anyagokat, a hivatkozásokat és kérték ki a szálas iratokat, hanem a neki feszült egy nagyobb egységnek a kutatásának ezt a munkatechnikát a propagandában dolgozta ki, akkor kikérte az első kötetet, és az első kötettől kezdve végigolvasta tulajdonképpen az egész anyagot, több száz kötetig bezárólag, a jegyzeteiből jól lehet látni, hogy a propagandánál is először így dolgozott, tehát végigolvasta tulajdonképpen azt a propaganda anyagot, amely a 20-as években hozzáférhető volt, ezekből kivonatokat készített, majd a kivonatokat újra olvasva állította össze belőle azokat a nagy témákat, amelyeket később feldolgozni szándékozott. És amikor bezárult előtte a római kutatásnak a lehetősége, akkor tulajdonképpen az országos levéltárban ugyanilyen módon dolgozott, tehát végigolvasta a kamarának a különböző pontjait, itt nem is még az Acta Ecclesiastica, vagy az Acta Jesuitica, vagy az Acta Paulinorum rémisztett vissza, mert hogy ezek belátható tömegű iratok, hanem a Magyar Kamara regisztratúrájában is ugyanezt a munkát végezte el, tehát a Benigné Resolutionisnak a teljes, szinte teljes sorozatát, és ami ennél is fontosabb, a kamarai fogalmazványoknak szinte a teljes sorozatát végigdolgozta, és ebből kigyűjtögette a páros vonatkozású fogalmazványokat. Tehát erre én már nem vállalkoztam, de végülis a főszövegben megtalálható dátumok alapján minden további nélkül vissza lehet ezeket a szignatúrákat keresni, pontosabban lehet azonosítani a szignatúrákat. Hogy ez a bemutatóra itt az ELTÉ-n kerül sor, ezt is nagyon fontosnak tartom, azért is, mert Galla személye összeköti a két intézményt, ami annak idején még egy intézmény volt, ő nem csak a teológiai karnak volt professzora, miután visszakerült Olaszországból, hisz egy nagyon furcsa életpályával állunk szemben, ez annak idején Olaszországban tanult teológiát, mint szalézi szerzetes, és csak 1913-ban lépett át a Váci Egyház nevébe világi papnak, majd amikor visszakerült és egy kicsit Magyarországon talajfogott, akkor ugye tudományos igényei támadtak, és először a László gimnáziumban érettségi vizsgát szerzett, mert ugye a középiskolát is Olaszországban járta, ugye ez a szalézi rendnek a sajátságos építkezéséhez tartozik hozzá, ugye a 19. század végén tehetséges, szegény paraszt gyerekeket gyűjtögettek maguk köré, és ezek számára Milánó mellett alapítottak egy intézetet, ahol iskoláztatták őket, mesterséget lehetett szerezni, a gyerekek egy része visszatért Magyarországra, miután megszerezte a megfelelő végzettséget, a legtehetségesebbek is, akinek indítatátuk volt, azok pedig a szalézi rendnek a tagjai voltak, és ez a képzési mód adta majd a rendnek az első generációját, ami 990 Péliszentkereszten megalapította a kolostorukat, az első magyarországi kolostorukat. Galla viszont nem tért vissza, hanem még Olaszországban maradt néhány éven át. Tehát
még pótolni kellett egy csomó dolgot visszatérve, majd miután megszerezte az érettségi vizsgát 1922 és 25 között 6 fél éven keresztül történelmet és latin tanult itt a bölcsészkaron, majd 1926-ban Hóman Bálintnál doktorált, tehát a teológiai doktorátuson túl egy bölcsész doktorátus is szerzett. Tehát így módon tulajdonképpen a kar egykori hallgatójával állunk szemben. Amikor úgy képzeltem, hogy hát először persze azt gondoltam, hogy amikor 40 éves leszek, akkor elnézem Galla Ferenc munkáját, utána azt gondoltam, hogy amikor az 50. születésnapomat betöltöm, onnantól kezdve már csak a saját hagyatékommal fogok foglalkozni, hogy az is megfelelő rendezett állapotban maradjon az utókornak vissza. Hát ezt nem sikerült teljes mértékben megvalósítani, mert túl vagyok az 50-en, megjelent végül is a Galla kézirat, viszont még mindig van egy olyan munka, amely egy kicsit foglalkoztat. Mondjuk nem nézek most itt kérően, vagy várlóan Tusor tanár úrra, hogy akkor ezt is jelentesse meg, mert azt gondolom, hogy ennek a munkának egy hagyományos nyomtatott formában már nincs értelme megjelenni. Itt arról van szó, hogy miközben átnézte a kamara óriási anyagát, ebből kiszűrögette a magyar nyelven készült fogalmazványokat, így a magyar nyelvű, magyar hivatali nyelvnek a létrejöttéhez állított össze egy kéziratot a 60-as évek elején, amellyel meg is látogatta a Nyelvtudományi Intézet akkori vezetőségét, aki ugye miután a nyelvészeknek, nem tudom, hogy hány nyelvész van a teremben, hogy általában azért az ő kiadási követelményeik nem egyeznek a történész követelményekkel, nagyon megköszönték a munkáját, majd visszaküldték a levéltárba, hogy dolgozza át, és akkor minden összes szöszmözt, amit mondjuk egy nyelvész számára a munkájához szükséges, azt próbálja a szövegre rá applikálni, és Galla Ferenc a kész kéziraton ugye végrehajtott, ez több száz hivatali fogalmazvány tartalmaz a 17. század első feléből. Végrehajtotta ezt az átalakítást, aztán kétharmad részig, aztán belefáradt és az egész kézirat az ott maradt. Tehát ennek látnám egy némi nemű értelmét, még hogy a mai digitális lehetőségek közepette valamilyen honlapon hozzáférhető legyen, akár az eredeti fogalmazvány is valahogy hozzá kerüljön. De azt gondolom, hogy ez már nem jelentett egy akkora kihívást, mint amit a Pálos misszió annak idején jelentett. Nagyon szeretném megköszönni török professzor úrnak a közreműködését a kötet megjelenésében, mert amikor én már belefáradtam a gallai mondatoknak a rendbetételében és bontásában, illeszgetésében, ő akkor végül is hajlandó volt neki állni, és végül is így módon egy következő, még olvasható és jobban hozzáférhető szintre emelni ezt a kéziratot, és köszönöm természetesen szerkesztő úrnak, hogy fölvette a sorozatba a kötetet, és hát remélem, hogy önök számára is egy, vagy az érdeklődők számára egy használható munka kerül a kezébe, és remélhetőleg így módon egyfajta kézolási pontként is szolgálhat majd további kutatások számára. Köszönöm. Interaktív bemutató megvalósítani, és az a rész, ami következik, amikor az érdeklődő közönség soraiból is kérdés és észrevétel. Valakinek úgy érezné, hogy úgy menne el minden, hogy nem teljes a mai napja, akkor... Szerintem az interakció sokkal jobb, hogyha a hűféli formájában. Hát, és spontán, és nem már így a regisztrált és a hivatalos változatban. Mindig kérekeztem, jó hallgatója lenni Istvának, úgyhogy most nincs más dolgom, mint hogy akkor befejezésül mindenkinek megköszönjem előadóknak, megjelenteknek, Raskóczi tanárunknak, Kalmár tanárunknak, tanszékről, Ordonyozikó mellett, Pialista levéltár részéről, Etényi Nórának mégis vettem Pialista levéltár részéről, Korta igazgatónak és másoknak a jelenlétét, és hát ugye a Pálos rend az nem egy kolduló rend, de nem is egy nagy javadalmas rend, mondjuk a bencések, hanem egy remete rend. Már még a 16. században, ugye ismerünk Nunciusi jelentést, hogy 1580-as években, de banketti con trombone, ugye de trombitás bulikat rendeztek, nagy szombati rendházukba, de 1640-es években egész komoly reformon. Ugye, csak a generális világban. Mentek át, tehát nagyszabású fogadásai nem készülhető, mert nem illett volna ennek a stílusához, de ugye mégsem kóduló rend, nem kenyér és víz, ugye középbuda stílszerű megoldásként, Vörösbor és Pogácsa a partira szeretné vizsgálásként
jeleneteket, és ezzel